Egy bárány, gyerünk irány, az ágy, két bárány, még nehogy megállj! Három bárány, a fejed nehéz, négy bárány, csak a szemembe néz! Öt bárány, nagyon ásít a száj, tíz bárány, figyú, alakul a nyáj! Húsz bárány, már tele van a rész, száz bárány, jó ég! Mikor leszállom? Itt vagyunk a RAM Colosseumban, és én az egyik álomkészítőt játszom, hárman vagyunk, van Rém, van Vigyor, és én pedig Idill vagyok, a termetemnél és a természetemnél fogva én vagyok az, aki idilli szempontokat is lát a dolgokban, aztán van a Rém, aki a rémálmokat csinálja, én készítem a gyönyörű álmokat, a Vigyor pedig a vicces álmokat, Ábel Anita és Keresztes Ildikó, és szerintem az én álmaim a legszebbek, van egy gyönyörű dalom, ami közben Tomi elrepül, és egy csodálatos álmot élhet meg, szerintem az egyik legszebb dal a darabban. Szerencsére mindig nagyon jó partnernőket kapok, és Péter Szavó szívvel is nagyon kedves, nagyon vicces, szórakoztató és közvetlen, tehát tök jól együtt tudunk működni. Nagyon szerettem, mert mind a két reklámdal egy nagyon-nagyon pörgős, nagyon bulizós dal, úgyhogy ez megint ilyen kimozulás a komfortzónából, úgyhogy nagyon szeretem csinálni. Mi voltunk a társ, mikor jött az altatás? Nem olyan nagy méretbe gondolkoztunk és játszunk, mint a bokcsarnokba, hanem azért ez egy színházi körülmény. A színházi körülményt úgy értem, hogy 3 méterre van a néző, és teljesen másfajta színjátszást igényel. Pontosabban hozzáteszem, színjátszást igényel. Alszunk majd együtt a számolás végén. Egy ilyen egész kompakt kis ékszerdobozzá varázsol ők ebben a színházi közegben, úgyhogy a RAM Színház befogadta, ez egy csodálatos dolog. Sőt, én nekem még van egy olyan álmom is, hogy talán, hogyha ez már egyszer megtörtént, ez a jó bekapcsolódás a színházba, és meg tudtuk csinálni szűkített térben az egészet ugyanolyan minőségben, ugyanolyan profin, akkor ennek még talán lehet egy színházi jövője is.